All right, Alex. I place the bets. All you have to do is win. One win coming up. Most tehát köszöntök minden kedves nézőt. Az első játék megrögzítési próbálkozás alkalmából. De éppen bizonyára észrevették, hogy sokkal erősebb autóban ültetik a versenytársak. Tulajdonképpen nem is a verseny maga a lényeg, hanem egy kis uralautózás hagyjuk. Csodásan lefagyott, csúszós út. Egy élmény, egy élmény. Egyfolytában úszik az autó jobban balra az eszparton. Legkisebb gázadásra is teljesen ennyi betenekre. Már ha indul, megy az, megy az. Most az hozzá kell tenni, a pályát nem ismerem, tehát őszintén szólva, hogy én nézem a minimapot, mert amit ma nem előtt látok, az esetleges közötti balesetekért és autóromlásért elég is kentést kellett jövök, mivel nem el szándékokban, hogy csak is masinát tenni. Bizonyára hallott, upp, egy szarvas, ha már. Hogy befogott? Bizonyára hallatszik a háttérben a billentyűzet hangja. Ennek köszönhető egy kicsit néhol darabosabb vezetési stílusom. Sajnos a kormány nem áll rendelkezésre, úgyhogy ezzel kell beérni. Ennek ellenére azért igyekszem nem túl sokat bénázni. Jaj, de szépen csúszik. Én a pályán túl sokszor még nem mentem, tehát okozhat meglepetéseket. Annyit viszont tudok, hogy előbb-utóbb le fogunk érni ebből. Hát a többiek ott még bóckodnak. Azért is választottam ezt a hátversenyt, mert eléggé látványos lesz, hogy itt így kicsit ilyen szenvedős dolog. Tehát nem szenvedős, mert nekem elég izgalmas egyébként. Csak kívülről tudjuk ilyen bénázostan, hogy jöhetnek a kommentek, hogy miért én nem adnak rendesen, meg miért pörgeted letiltásom, de hát próbálom átvinni az erőt, és a billentyűzettel azért gázpedál kezelés nem igazán olyan, mint az ember egy pedált nyomogatná lábával, tehát, hogy úgy mondjam, a kisét digitális. Ez a kellemes ilyen forgalmat nem jól visz jó, nem zavarnak. Persze nyilván mindig az idősébe jelenít meg őket a szállítógép. Ops, és ez a leért átcsapulék. És akkor most végül körül az aszfaltra letenni a lóerőket. Nyújtom métreket, megint egy kicsit. Ezért remélem, hogy a videóba is átfogjam, hogy köszönhetősen jól le van az egész programozva a játéknak. Nyilván azért nem a szimulátort és reménykárom, de egy árkád játékhoz képest azért az elég reményeznek, hogy ez bizonyára látszik, hogy azért van némi tapadás az autónak, tehát egyrészt sokkal nagyobb kanyar sebességre képes, másrészt azért jóval kevesebb korrekciót igényel egy-egy ilyen visszafogó. Hoppá! Oh, hello, bocsi! Hát egyszer eszembe jut is a ideális. Nézd, a sötét zöldnek kell pagálni igazi kedvenc játékba, eszméletlen. Lehet látni néha előtt téktávokon, hogy felmerkik a szárny.
az is sajnos nem programozva, hogy az igazi most följött. Az igazi pagánnál formáltuk, hogy itt is formáltuk a szám. Finish lines up ahead. Bocsánat, is tudottam. Hát igen, köszönöm, hogy tartottak.